Mindössze 8 percet kellett várni az első hazai helyzetre, rajci sarkazása után viszont még megmenekült a góltól a soroksári együttes. Újabb 8 perc elteltével azonban már ünnepelhetett a kisvárdai közönség, egy mintaszerű támadás végén Rajci emelte a labdát a vendégkapu jobb felső sarkába. Az első félidőben már nem esett több találat, viszont a második félidő elején megduplázta előnyét a házigazda. A kisvárdai színekben első meccsét játszó Fodor cseribeadásából fejelt Holzer kapujába. 3 perc múlva újabb gólt szerzett a Várda, a jobb hátvédként játszó Ízing maradt fent egy támadásnál, és lövése utat talált a soroksári kapu jobb alsó sarkába. A folytatásban is uralta a meccset a házigazda, a vendégek bajzát révén egy kapufáig jutottak, de a 3 pont sorsa egy másodpercig sem volt kérdéses, sőt a helyzetek alapján a 3-0-ás végeredmény inkább a soroksára nézve mondható hízelgőnek. Teljesen megérdemelt a sikerünk. Ezen a mérkőzésen nagyon fegyelmezetten játszottunk, és kevesebbet kockáztattunk. Habár az első fél időben volt néhány labdavesztés a saját térfélen, amelyből meg tudott indulni a soroksár, de helyzetekig nem jutottak el. És egy kombinatív játék után egy szép gólt szereztünk. Előtte már voltak lehetőségeink, szintén kidolgozott lehetőségeink voltak, amelyek mutatták, hogy ezt a soroksár azért meg tudjuk bontani. Ugye a múlt héten a Puskás is ezt megtette. És arra figyeltünk, hogy a pontugásokból, a kontráikból, az egyéni játékokból ne tudjanak többek lenni. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy a párharcokat megnyerjük, mind a földön, mind pedig a levegőben. Elsősorban a csapat részek közötti szűkös területvédekezésre próbáltunk most hangsúlyt helyezni. A soroksáriak vezetőedzője szerint a mérkőzés végeredménye tükrözte a pályán történteket. A Jobbik csapat nyerte meg a mérkőzést. Föl voltunk készülve a Várdából, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy párharc gyengén, késve reagálva, nem kellő frissességgel játszottuk ezt a mérkőzést végig. Én azt gondolom, hogy ez volt az eredménye annak, és mondom még egyszer, megérdemelt ilyen arányban is a Várda siker. A gólja mellett több helyzetig jutó Rajci Péter csapata védekezését dicsérte a mérkőzés után. Hála Isten jól ment, bár rúghattam volna több volt is, de szerencsére a többiek is segítettek, és amit kiemelnék, az a csapat védekezése, hiszen 2 meccsen nem kaptunk gólt, úgyhogy ebben nagyon sokat fejlődtünk a tavalyi év óta, reméljük, hogy tudjuk így folytatni tovább. A forduló további eredményei a következők: Váci Nyíregyháza Spartacus 0-1, Szeol Ceglét 2-1, Cigánd Grosics Akadémia 0-7, Békés Csaba Balmazújváros 0-1, Zalaegerszeg Siófok 4-1, Csákvár Dorog 1-1, Puskás Akadémia Szolnok 4-2, Kozár Miszlegy Mosonmagyaróvár 0-0 és Sopron Budaörs 1-0. 2 forduló után a Grosics Akadémia, a Kisvárda és a Balmazújváros 100%-os a 20 csapatos mezőnyben, a Várdaiak szerdán Szolnokon lépnek pályára.